A földmérés, vagyis a geodézia egyike a legősibb tudományoknak. A Nílus évenkénti áradása miatt ugyanis az ókori Egyiptomban gyakran kellett a királyi földmérőknek a telekhatárokat újra és újra meghatároznia. Már az időszámításunk előtti 19. századból kerültek elő területszámításról szóló írások. A térképészet és azzal együtt a földmérés fejlődését az egyre fontosabb hadászat is elősegítette. A Római Birodalom katonai sikereihez szükség volt a földmérők által készített fejlett domborzati térképekre is. Hazánkban Mária Terézia rendelte el 1764-ben az első katonai felmérést, amely még eléggé pontatlan volt. Természetesen azóta is számtalan mérés történt, és a 2009-ben bevezetett egységes koordinátorrendszer, amit a GPS technológia tett lehetővé, már centiméter pontossággal tudja a tereptárgyak helyzetét meghatározni. Napjaink földmérésének lényegét a következő kép lehet összefoglalni. Kapcsolat a terep és a térképek között. A fő célja a földfelület domborzatának és minőségének megjelenítése papíron, illetve képernyőn. Másik célja az ingatlanok elhelyezkedésének, nagyságának, típusának nyilvántartása. A földmérő mindezek során az alábbi tevékenységeket végzi. Térképek előállításához földi, légi, akár űreszközökkel adatokat gyűjt. Az így kapott információkat azután feldolgozza, a hiányzó adatokat pedig korszerű számítástechnikai eszközpark segítségével kiszámolja. A terepen található természetes és mesterséges alakzatok térbeli helyzetének meghatározásához szükséges méréseket folytat. A mérések feldolgozásával azután digitális térkép előállításában vesz részt. Kitűzi a térképen kijelölt földfelszín létesítmények pontos helyét, hidak, épületek, építmények vízszintes és függőleges irányú elmozdulását méri. A földmérőtechnikus gyakran dolgozik digitális eszközökkel. A számítógép, valamint a hozzátartozó szoftverek használata ma már elengedhetetlen része a munkájának. Emellett ismernie kell a különféle mérőeszközök, mérőberendezések használatát is. Mindezek mellett munkája során használ számítógéphez kapcsolt lézermérőállomásokat és fotogrammetriai, azaz távérzékelő munkaállomásokat. Ugye ebben a szakmában a látás, mint olyan, az nagyon fontos, tehát hogy a műszer és a prizma az összelátszódjon, és ezt mielőtt a lomb kizöldül, illetve miután lehullott a levél, akkor a legideálisabb, úgymond, nyilván hát akkor a nem ködös és nem esős időjárásban, de gyakorlatilag az év teljes időszakában tudunk dolgozni, és minden évszaknak úgymond megvan a szépsége. Általában a munkánkat megnehezítik az időjárási viszontagságok. Külterületi részen főleg a sáros, megközelíthetetlen területek, esetleg a sűrű erdős részek. Belvárosi részben pedig a nagy beépítettség és a különböző leárnyékolt területek. Ennél a munkánál elengedhetetlen a digitális kompetencia, ami az adatok feldolgozásához és a térképek elkészítéséhez egyaránt szükséges. Fontos képesség még a térbeli gondolkodás, hogy a földmérő a látottakat le tudja rajzolni, meg tudja jeleníteni. Szükséges még a technológiai, műszaki kompetencia a mérőeszközök berendezések használatához. A földmérőtechnikus szakma gyakorlásához emellett nagy figyelem és önállóság kell. Papír alapú rajzolás most már nincs, esetleg egy mérési jegyzet készíthető magunknak a terepen, ami segít későbbiekben az adatfeldolgozásban, de most már minden digitálisan kell leadni. A földmérőtechnikus munkáját külső és belső helyszínen egyaránt végezheti, az éppen aktuális munkafolyamatnak megfelelően. A munkavégzés egy része a szabadban, terepen történik, ez általában utazással is jár. Az adatok feldolgozása, majd számítógépes értékelése pedig irodában zajlik. Jellemzően alkalmazottként, normál munkarend szerint végzi munkáját, munkaideje általában heti 40 óra. A földmérő munkája szellemi tevékenység, pszichikai nehézséget jelenthet a precizitás igénye, az ezzel járó mentális fáradtság. A számítógép előtt végzett munka látásromláshoz vezethet. A szabadban töltött idő alatt változatos időjárási körülményekkel találkozhat. Ezek az ártalmak szünetek tartásával, a munkaidő utáni feltöltődéssel, aktív kikapcsolódással, sporttal megelőzhetők. A földmérői munkához fontos a jó térlátás, jó hallás, valamint az ép végtagok.
Látás, hallás és mozgássérültek is elláthatják a munkakört megfelelő módosításokkal, speciális eszközök használatával. A technikus gyakorlatilag ugyanazokat a munkákat el tudja végezni, amelyet mondjuk egy földmérőmérnök. Itt a jogosultság az, amiben a földmérőmérnök egy picit ugye magasabb szintet képvisel. Én azért választottam ezt a szakmát, mert nekem egy olyan elképzelésem volt ezzel, hogy kint vagyok a természetben, ugye a földmérő, mint fogalom nekem ezt jelentette. Hát ez egy picit többet adott azért, tehát aki szereti a természetet, aki szereti az építőipart, az infrastruktúrát, annak mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a szakmát. Annak, aki ezt a pályát választja, legjellemzőbben a földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítés megszerzésére van szüksége. Ennek feltétele az érettségi végzettség, egészségügyi követelményeknek nem kell megfelelni. A szakképesítés szakközépiskolában szerezhető meg. A képzés 50%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben résztvevő. A tantárgyak többek között a következők: geodéziai alapismeretek, digitális térképkezelés, térinformatika, CAD ismeretek. A végzett szakemberek digitális térképkezelő, térképész technikus, térinformatikai asszisztens munkakörökben tudnak elhelyezkedni. Az ismeretek elmélyítésére a felsőoktatásban is van lehetőség, földmérő és földrendező mérnök alapképzésen. Rokon szakmaként a földmérő és térinformatikus és a bányászati technikus említhető. A földmérő keresete havi bruttó 140 és 390 ezer forint között mozog a statisztikai adatok alapján. Ez függ a tapasztalattól, életkortól, illetve a munkáltató földrajzi elhelyezkedésétől is. Ennek a szakmának a szépsége az, amikor kint vagy terepen, és olyan dolgokkal találkozol, olyan dolgokat láthatsz, amit ebből a szemszögből csak egy földmérő vehet észre. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.